eléggé késő a dolog, ugye. Sziasztok, üdvözlök mindenkit sok szeretettel. Hellótok. Hellótok, üdvözlök mindenkit sok szeretettel, gyertek. Tudom, gyerekek, hogy szarul nézek ki, tudom. Norbert Farkas, szia, drága. Pont most küldtem lájkot, hogy szia. Hogy vagy, Norbert Farkas? Köszönöm szépen a bulit, nagyon jó volt, és nagyon kellemesen éreztük magunkat. Köszönjük szépen. Sikeresen hazaértünk. Sehova, drágáim, boltból jöttem. Boltból jöttem, vettem parízet, vettem tojást. Ugye megmutatom nektek, hogy gyakorlatilag mit vettem. Na. Vettem kólát. Húsokat vettem, drágáim. Darált húst, illat adja, akár mindjárt mutatom nektek. Szia, Norbi! Nos, hát meg is mutatom nektek, hogy ezt vettük boltba a Lacikába. Ugye, képzeljétek el, gyerekek, hogy sokkal inkább megéri így zacskós zöldséget venni, mint rendesen megvenni zöldségrépát. Nagyon drága amúgy meg. És azt hiszem, hogy Dorogon a kis Tesco-ba érdemes menni, mert valójában megbővült dolgokkal elég sok minden van, de 13.000 forintból nem kis dolgokat vettünk, nem kevés dolgot. Ugye hús, darált hús, tojás 1200, nem tudom mennyi forint volt, 1300 forint volt a 10 tojás. Akkor mindjárt mondom, hogy egy kis csirke. Friss leves csirke. Úgyhogy ő gyakorlatilag parízer. De vettem még ilyen húkit, combot. Így. Úgyhogy vettem csirke szárnyat is. Tehát csirke szárnyat is vettem. Csirke szárnyat is vettem. Úgyhogy gyerekek, gyakorlatilag mit vettem? Kólát vettem, üdítőt. Na, ugyan kenyeret nem vettem, mert ott van, de tudom, kéne venni még az íme, nem kér ennyit. Tehát a hűtőben simán el van 4-5 napot is. És zöldség mutatom nektek. Hajma, krumpli, új hajma, paprika, fehér paprika, leraktam ide. Leraktam ide.
Úgyhogy vettem, ami kell. És gyakorlatilag hát most, hogy mondjam nektek pillanat. Baszki, szó szerint nem bírom kinyitni a hűtőt. Nem hiszem el, bazd meg, nem hiszem el. Hát én beszarok komolyan. Tóth Jászmin, mi baj van, kedvesem? Nem hallottál, hajma felül? Mi van, Jászminkám, hiányzik? Nem jutott a dinnye földbő? Kedves Jászminkám, szóljál, és utni fog a dinnye földbő általam. Mert segítek dinnye földhöz jutni. Drága angyalkáim, hát na hát még plusz szereket vettem Tesco-ba. Jenny Horváth drágám, visszaírok, jó? Csak volt dolgom, Jenny, meg leismerültem közbe. Tóth Jászmin életem, adok neked, mert látom, hogy húzod a szádat, hogy hagymáról beszélek, vagy ételről. Úgyhogy én azt mondom neked, Jenny, hogy örülj neki, hogy meg egyáltalán ilyet is még mindig megteheti az ember, hogy eszik, mert nem soká küszöbet fogjuk enni. Ezt szó szerint mondom nektek. Szó szerint mondom nektek, hogy a küszöbet fogjuk enni. Annyira drágaság van, gyerekek, ez még csak alapkaja. Gyerekek, alapkaja. Tudjátok, mi ez? 20.000 forint lótúró. Semmit nem ér. Igen, Melinda Fekete. Köszönöm, Tóth Jászmin. Igen, 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 vettem paprikát, vettem krumpit, vettem, amit köllött, de nagyon drágaság van, gyerekek. Tehát ilyen pár perc belmondanám nektek, nagyon drágaság van. Most állok neki főzni, mert amúgy meg kaja volt, köszi. Köszi, Lacika. Most állok neki főzni gyorsan, hogy a Lacika tudjon enni, reggel ne köljön. Ez igaz, minden drága. Hát az biztos, hogy drága. Balogdani, és ez még alapkaják. És ezek még az alapkaják, úgy képzeljétek el. És igen, így van, igen. Kovács Zoltán, igen. És gyerekek, nagyon drágaság van. Tehát ilyen 13.000 forintért még örülünk, hogy ennyi dolgot vettünk. Tehát mit vettünk, krumpit? Mennyit vettünk kilót? 2-3 kiló krumpit vettünk. Paprikát vettünk, 1 kilót, fehéret. Másfél kiló fehér paprikát. 3 darab zöld paprikát, mert annyira drága még mindig. És igen, gyerekek, ez egy ilyen kis ruha, köszönöm. Igen, ruha. Tehát, várjatok. Ruha. Köszi. Jönnek a szívek. Ruha, mondhatni, tunika ruhának is vékony, de hát azért vannak a tunikák is, hogy az alá is kell valamit fölvenni. És akkor nem fázik az ember.
Na, várjuk, megmutatom nektek, drágáim. És akkor ilyen harisnya van rajtam. Fehér pöttyös harisnya. És hát ilyen. Nem azt jutottam, szívecském. És gyakorlatilag igen. Köszi! Te gyerekek, jóformán még csodálkozok, hogy 13.000 fontba azért vettünk, amit vettünk. Még csodálkozok, de komolyan gyerekek, csodálkozok. Igen. Szabóné, Nagy Éva, igen. Tehát ez borzalom különben, gyerekek! Ugye jó istenben, Franz, egye meg! Borzalom különben, gyerekek! Borzalom! Borzalom különben! Borzalom! Szia, Alexandra Varga! Jó, megnézem, Melus. Melus Balog, megnézem. Szia, Alexandra Varga. Tehát komolyan mondom, gyerekek, hogy én tényleg örülök, hogy csodálkozok, hogy 13.000 fontba azért hoztam, amit hoztam. Nem egy-két ilyen húst vettem, vagy 4 félét. De még örülök, hogy tudtam húst venni, meg előtte is vettem egy nappal kettővel húst, itt Csében is. Mellfilét, meg csirkecombot. Tehát úgy, hogy most már van hús. De amúgy nagyon drágoság van, tehát komolyan nagyon drágoság van, ha még örülök, egyáltalán tudtam mit venni. Borzasztó. Nem tudom, hogy mi lesz velünk, gyerekek. Nem tudom. Gyerekek, szerintem egy gyors pörkölt. Tésztával. Gyors pörkölt tésztával szerintem erősen főzöl. Igen, igen, főzök, igen. Levi, bocs, nem egyedül vagy. Nem már régi. 2-3 éves. Köszönöm szépen a gratulációt. Köszönöm. Köszönöm, Lakatos napfi. Jó, köszönöm. Puszi, Gyula, köszi. Gyula Dani, köszi. Csomó gyerek volt. Igen, bizonyára meg szoktam kérdezni, hogy mit akar enni a párom, de szerintem nem igazán válogathatunk, még egyáltalán örüljünk, hogy ehetünk.
Köszönöm, Balogh Dani. Üdv a magyar dívának. Köszönöm, sziasztok, szépséges Irén. Köszönöm. Na már szálon vagyunk, és mindegyik normális. Gyere már. Köszönöm. Lacika? Kélet hagyma, egy fej hagymát. Jó van, majd. Na, gyerekek, akkor csinálok csirkeszárú húsos, csirkeszárú pörköltett tésztát. Majd kísérjétek figyelemmel, de ha kész van, megmutatom. Csirkepörkölt csirkeszányról tésztával, és akkor, ha kész van, megmutatom. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok!